De az a polip az minek oda? Jó lehet, egy gyönyörű. Hát nagyon jó lesz, igen. Most ott nem is látszódik. Most polippal fogjuk nyitni a ládákat? Tényleg. És meg fogjuk nézni, hogy vajon mosolygósan vagy szomorúan tudja kinyitni a ládákat. Nagyon ötlet! Úristen, feltaláltuk a spanyol viaszt! Ez k***o! Azt hittem, ez tényleg nem. Na jó, akkor ezt is ki fogjuk próbálni. Ez kipörög a legjobb. Ha kipörög, akkor... Akkor veszünk még egyet. Akkor megkóstolom a naptejet. Jó. Na. Na szóval, sziasztok srácok, én Hunter vagyok, és itt van velem Szar Kupac. Hellóztok! Azaz Hupkon, azaz a tesóm, és most vele fogjuk nyitogatni ismételten a ládákat. Már régen volt ládanyitás videó, és itt lehet, hogy ferde a kép, de ez most teljesen mindegy. Te nem mondtad, hogy nem vagyunk otthon. Nem, azt gondolták, hogy elköltöztünk, és most otthon. De mindig beszoktad mondani az elejére, hogy látjátok, most nem otthon. Ahogy látjátok, már másfélte nem vagyunk otthon. Na de a lényeg az, hogy itt is vagyunk a játékban, Hupkonnak a fiókján, és ahogy láthatjátok, a Hunter Gang klubban a lehető legjobb pozíciót foglalja el a játékos. Ó, Vencarvicot már meg is előzte. Egymással versengenek az utolsó helyért. Na de a mai videónak az lesz a lényege, hogy láthatjátok, hogy nemrég megszerezte Bust is, akivel már nagyon sok kupára fel is pusholta magát. Viszont a lényeg az, hogy a Brawl Pass-en elkezdett egész jól haladni, és meg is vette a Brawl Pass-t, azt a Gammy-ből is láthatjátok. Meg abból is, hogy ugye Bust már ugye beklémelte itt a 30-as tírnél, illetve van egy csomó ládája fönt és lent is. Úgyhogy ezeket fogjuk igazából kinyitni, valamint az elején be fogjuk klémelni a Surfer Carl skint is. Ami ugye az ingyenes skin egyből a Brawl Pass legelején, egy nagyon menő skin, egyedi menü animációval is, már ugye alapból, illetve ugye egy csomó-csomó más animációval is, amit a játékban kapunk meg, úgyhogy kárra egyből ezt be is állíthatjuk, mert szerintem ez nagyon-nagyon jól néz ki a menüben is már, amit csinál, úgyhogy érdemes megvenni a Brawl Pass-t, hogyha esetleg nem tudjátok megvenni, akkor pedig érdemes jelentkezni a nyereményjátékra, ami még mindig megy a csatornámon, és konkrétan 6 darab ember fogja tudni megnyerni a Brawl Pass-t, igazából 3 darab ember fogja tudni megnyerni saját magának, és egy másik embernek is, vagy egy másik karakterének is a Brawl Pass-t, úgyhogy rengeteg gemet vagy Brawl Pass-t lehet nyerni, hogyha valakinek ugye megvan a Pass, az gemet tud majd nyerni, úgyhogy érdemes mindenképpen jelentkezni, ha még nem tetétek meg, a sarokban az i-betűre kattintva megtaláljátok. És szóljatok minél több haveratoknak, hogy mindenféleképpen iratkozzanak fel, és ti is iratkoztok fel, ha még esetleg nem vagytok, ugyanis hogyha elérjük a 37 000-et, majd a 38 000-et, majd a 39 000 feliratkozót, akkor lesz majd a sorsolás, minden kerek feliratkozó számnál lesz ugye 2-2-2 PES kisorsolva egy-egy-egy embernek, és mondjuk a haverjának, vagy a másik karakterének, úgyhogy mindenképpen szóljatok minél több embernek, hogy iratkozzanak fel, annál hamarabb jön a sorsolás. Szóval srácok, álljunk is neki a ládáknak a nyitogatásának, az volt itt a előző seasonben nincsen a nagybüdös semmi sem, az volt itt a nagyon nagy ötlet, hogy ezzel a mosolygós per rinyálós fejű polippal fogjuk kinyitni, hát az volt gyönyörű szép, éppen be van gyűrődve szegény, és ami még érdekesség egyébként ebben a polipban, az az, hogy a seggel valahol így ki van szakadva, ugyanis ott volt benne egy ilyen zenélős cucc, amit ha megnyomsz, akkor kiad hangot, viszont a szarkupac valamilyen indokolatlan okokból kivágta belőle, mert zavarta, úgyhogy ez most nagyon fontos volt megemlíteni. Itt is vannak srácok a ládák, alapból a kisebb ládákkal fogjuk kezdeni, de mielőtt még elkezdenik, azért megnézzük, hogy hiányzik még egy csomó-csomó karakter, hát 3 darab igazából, annyira nem csomó. Squeak, Sandy és Amber, tehát ugye vagy Mythic-et, vagy Legendary tudunk nyitni, vagy esetleg ugye a shopban, hogyha betölt, akkor meg tudjuk nézni, hogy a drop rate-ek, azok amúgy nem rosszak ugye, Gadget-re, Star Power-re, Mythic-re, meg Legendary-ra sem, tehát akár Gadget-et, meg Star Power-t is tudunk nyitni, ha a karaktert esetleg nem is nyitnánk, valamint vannak ezek az elképesztően menő offerták, amiket az új gadgeteket tartalmazzák, hát mondanom sem kell, hogy legalább annyira megéri őket megvenni egy gemért, mint egy pinpacket, úgyhogy szerintem egyáltalán ne tegyétek ezt meg, inkább akkor már vegyetek egy skint, tehát hogy annak is több értelme van. Na de, amúgy új gadgetet is nyithatnánk, ugye már 4 új gadget is kijött, úgyhogy akár ezeket is ki tudnánk nyitni, lássunk is hozzá, nem pofázok többet, kezdjük el a Brawl Boxokkal a nyitogatást igazából. Mi az Isten történik vajon ennyi ideig? De most rakja be az embert, meg a Sandy-t, meg a Squeak-et. Egyben nehéz belerakni, szóval most... Ezért gondolkodik ennyit az rohadt láda.
Na, nyilván nincs semmiféle egyes, úgyhogy hát ebben a ládában semmi nem volt, mert ugye a láda az nyilván azért kinyílt, úgyhogy akkor most folytassuk tovább, hát ha ezek a ládák már hajlandóak lesznek kinyílni, és beadják a nagy büdös semmit. Ugye az a lényeg, hogy itt már, hogyha egy dolog villog a sorokban, az már ugye új item, nincsen már fejlesztőpont a ládákban, de mondjuk akkor azt nem tudom. Igen, hülye voltam, nem kezdtem elköltenem. De nem költötted el. De ráraktam így maxos. Ó, de hülye vagy, te jó Isten. Csak azt hittem maxos, hogy fel tudom fejleszteni, hogy Star Power-t is tudok rányitni. Na mindegy, ha már ilyen hülye voltál, akkor kezd el nyitogatni a big boxokat, hát ha azok jobban beadják, de úgy, hogy lássam is. Megvárjuk a teptepet, nem várjuk meg, jól van nem akkor. Adja be. És nem adja be a semmit természetesen. Arra már nincsen, úgyhogy mehetnek tovább a bigboxok szépen sorjában. Nézzük is meg, ebben sincsen semmi, 209 coin. Hát ilyenkor tud besorolni sok coin. Na most akkor kezdjük el, én azt mondom, hogy szomorú fejjel fogom nyitni. Hupkorné pedig lesz a mosolygós fej, és megnézzük, hogy melyik ad be jobbakat, jó? Mert igazából a mosolygósnak az aljával. Nem baj, akkor így nyomjuk, jó? Így fogom nyomni. És a szomorú fej fogja, de nyomódjál már, mert nem is tudja megnyomni szegény, hát hihetetlen. Így, de nyomódjál, jó, megnyomta valahogy. Most már ezeket nyomjuk újra, én azt mondom az egyszerűség kedvéért. Nyilvánvalóan nagy büdös, semmi nincsen benne. Pinpek, vagy majd a végén, hogy emberre is megkaphassuk a pineket. Na, akkor ebben most semmi, és akkor most nem nyisd a mosolygós fejjel. Na, hát, ha pillanat. Hát, ha esetlegesen beadja, bár egyébként először beszedem a gemet. Egyébként nagy büdös semmit nem fog meg, nem is nyomja meg úgy, azért új adat is kicsit hozzá kell segíteni. Így mi, és akkor most nézzük is meg, és nyilván nincs benne semmi, ilyen szép lassan jönnek ki a coinok. Eddig nagyon izgalmas videót láthattok, srácok, kicsit vágjunk bele szerintem gyorsabban a big boxokba, hát ha továbbra sem jönnek az új dolgok. Van még itt Brawl Box is nekünk, és egyből bevillan a szánkba egy Star Power, legalább már valamit nyitottunk ebben a videóban. Nagyon-nagyon jó volt. Már van is, köszi játék. Igen, de most akkor lett rá még egy, hát most, és végre nem slow-mo-ban nyílnak a ládák, hanem elkezdtek normális sebességgel nyílni. Ez is valami. Kicsit elkezdünk darálni, hát ha, hogyha esetleg most ennek örömére be fog ficcenni valami a szánkba. Sajnos egyelőre annyira azért nem akarják beadni az egyből nyomásos big boxok, de jó lenne azért, hogyha beadnák. Brawl Box esetleg, utolsó big box, ebbe sincs semmi. Úgyhogy lesz 1, 2, 3, 4, 5 darab mega boxunk, amiket még itt ki fogunk nyitogatni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezeket nyissuk felváltva. Én kezdem, jó rendben. Kis új power, nézzük is meg. Megvárjuk szépen a teptepet, be is adja. És akkor most pedig be is adja, ott is van az első villogó item, srácok, kis ujjal. Nézzük is meg, hogyha még egyszer kis ujjal megnyomom, ott lesz-e vajon az új karakter. Srácok, és nem adja be, viszont ott van egy nagyon-nagyon OP Mortis Star Power. Amúgy ez kicsit kevésbé szarrá teszi Mortiszt, úgyhogy viszonylag játszható lesz így a karakter vele. Úgyhogy ez egyébként annyira nem mondható rossznak, beadott legalább valamit a láda. Ez is valami. Két Star Power-t már nyitottunk, ugye új gadgeteket is lehetne egyébként nyitni, úgyhogy nézzük is akkor szarkupasznak az első megaboxát. Hát, ha beadja ez is, és beadja ez is, hihetetlen! Beadja ez is, srácok! Nézzük is meg, hogy mi lesz benne! És ez bizony egy gadget. Ez nem is egy mostani új gadget, hanem egy már egy régebbi, ugye Mr. P-nek az új gadgetje, de ettől függetlenül legalább ebben is volt valami, eddig tök jó. Mind a két megabox, hát ennél csak jobb legyen. Na nézzük akkor Orpower-rel, srácok. Hát, ha működik, hát ez most sajnos annyira nem akart működni, annyira nem adta be. Mindegy, coinból elég sokat szerzel, viszont nem ez a lényeg, hanem az, hogy nézzük akkor a megaboxot, a következőt, kis ujjal nyomja Hupkon is, és nézzük meg a villogó itemet, hogy lesz-e, és ott van! Ott van a villogó item megint, nézzük meg, hogy megint gadget, vagy tovább sem mondom, ugyanis megint egy gadget, még Colette-nek. Colette-nek a gadgetje, ami megint egy egész régen bejött új gadget, úgyhogy igazából érdekes, hogy csak most nyitotta ki. Viszont van még egy láda, úgyhogy ezt most nem fogjuk nézni, ez az utolsó láda, az utolsó megabox a fiókon, hogy mind a ketten el fogunk szokásos módon fordulni, és így fogom kinyitni ezt a ládát. Hát, ha beadják együtt a ravaszt, el, igen, együtt nyitjuk, és el is takarjuk a pofánkat, de akkor majd mondjad, hogy mikor, számolj vissza. 3, 2, 1. Jó, most megnyomtuk mind a ketten, most van egy olyan érzésem, hogy kilépett a menübe, mert nem volt benne semmi, én meg a coinnál nyomtam rá! Nem!
Nem ez történt, hanem szimplán csak rányomtuk az 550 coinra, és legalább egy token duplázó volt benne, ha már elfordultunk, de sajnos új item nem. Úgyhogy igazából kisebb itemeket nyitottunk, 4 új item, ami annyira nem szar, de azért nem is jó, nem jó, de legalább szar. Úgyhogy hát a lényeg az, hogy hát volt azért itt egy Cold Gadget, ami azért már jó, hogy megvan, bár régebben ugye OP-bb volt, most már annyira nem az. Mi az Isten? Így lehet már váltani? Bejött ez az újdonság, srácok. Ez olyan, mint amikor bizonyos videósok így ünnepelnek, hogy bejött valami új, de itt meg nem. Azért, mert a csak Mortisnak már megvan alapból mind a kettőre. Ja, hogy ez már nem skinnek számít. Ja, mert hogy most úgyis bejött az az izé, most fognak jönni ezek a foci skinek, ez azoknál is így lesz majd. Hogy tudod, hogyha megveszed, akkor egy karakteren a csapatok mezét, az csak így tud majd változtatni. Úgyhogy ezt behozták Mortisnál is, ezt eddig nem vettem észre, mert olyan sokat szoktam amúgy Mortisszal játszani, hogy ez amúgy nem meglepő dolog. És ezen kívül még itt van nekünk a pimpek, amit a végére kinyithatunk, és nem is adja be az Epic Pin semmit legalább. Pokóra már ő 3 új pinem van. Na hát ez elképesztően király. Mérges pinek, mint Pokóra, mint Kára, vagy Mr. Pire egy ilyen teljesen defaultem, és tudtam, hogy ezt a pint is ki kell nyitni, azt hittem az, ami alapból megvan. De igazából ennyi, hát egész jól haladsz amúgy, egész jól haladsz a Brawl Pass-szel. Úgyhogy majd nyilvánvalóan érkeznek még ládanyitások, amikor majd újabb ládákat meg fog szerezni, mind Hubcon, mind akár ti is, srácok, hogyha van ládátok, mindenképpen írjatok Instagramon, és akkor igazából meg tudjuk beszélni, hogy mikor nyitom ki a ládaitokat, kb. Ilyen 20 ládánál több ládával írjatok rám, légy szíves. Lesznek majd ládintós live-ok is, amikor már hazaérek, ugye a jövő hét folyamán például, illetve lesznek majd videók is ládanyitásból, ez már elég régen volt, úgyhogy most majd újra lesznek. Mert ezt a videóformátumot is szeretném csinálni, illetve itt most főleg csak ezt tudom megoldani. Úgyhogy igazából ennyi lett volna ez a mai videó, hát nem kellett semmiféle naptejet innom szerencsére, mert nem nyitottunk az égvilágon semmit, illetve se a mosolygós, se a szomorú polit nem adta be, úgyhogy én a helyében nagyon szomorú lennék és elbújnék oda a büdös francba. Ennyi lett volna, srácok, ez a mai leállítás videó, reméljük, hogy tetszett nektek, reméljük, hogy élveztétek, reméljük, hogy jól érztek magatokat itt a nyár folyamán, nyár közepén. Azért van most kicsit kevesebb videó, hogy látjátok, mert nem otthon vagyok, de igyekszem így is készíteni nektek a tartalmakat, és érkezni fognak még különböző videók majd, mind innen, mind otthonról is. Úgyhogy írjátok le kommentbe, hogy milyen videót szeretnétek minél hamarabb látni a csatornámon. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna ez a mai videó, reméljük, hogy tetszett nektek, hogyha így van, mindenképp csapjatok rá egy hatalmas nagy lájkot, illetve iratkoztok fel a csatornámra, ha még esetlegesen nem lennétek. Osszátok meg haverjaitokkal, ismerőseitekkel, csoportokban, hogy senki ne maradjon le a legújabb ládanyításról, a legújabb tartalomról, és akkor találkozunk a következő videóban. Várlak vissza titeket, Hunter voltam. Szevasztok! Viszket a szor. Sziasztok!